Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök annak, hogy együtt lehetünk, és különösen annak, hogy egy nagyszerű prófétai könyv az, ami rám esett ebben a sorozatban. A legtöbb esetben azzal szoktam kezdeni az előadást, hogy jó megjegyeznünk egy dolgot, ami csak arra a könyvre jellemző. Ha kezdjük előről, de nem fogom végsorolni, Mózes első könyve, Isten teremtette egy embert, Mózes második könyve, Isten teremtette egy népet, és aztán lehetne tovább folytatni, de mi lehet Jónás könyvének az egyedi sajátossága? Van néhány, úgyhogy lehet belőle választani, amit szeretnék felsorolni. Az egyik, hogy különbözik minden prófétai könyvtől, az összes ószövetségi prófétai könyvektől, vagy a kis profétáktól is, aminek a sorában jelenleg már tartunk a bibliai könyveknek a tanulmányozása kapcsán, az egyedi, legrendkívülibb, azt mondja egy biblia magyarázó, John Dubdal, hogy Jónás könyve egyedi és a legrendkívülibb könyv a Bibliában. Miért? Azért, mert összesen egyetlen proféciát találunk benne, az is csak egy rövid mondat, egyébként egy történet. Az összes többi profétai könyv az proféciákat tartalmaz, sokszor nehezen követhető összefüggésben, időrendileg is nem mindig abban a sorrendben, ahogy olvassuk jelenleg a Bibliánkban, de itt csupán egy történetről van szó. Azt is láthatjuk, hogy a proféták mindig jó színben tűnnek fel. Ők az igaziak, akik követik Istent, akik a szószólói. Itt viszont ez a proféta negatív fényben tűnik fel, negatív fényben jelenik meg. Elfut Isten elől, megtagadja a szolgálatot, és nagyon szépen le van ez írva, nincs elkendőzve, eltitkolva, kikozmetikázva, hanem nagyon-nagyon tisztán, világosan le van írva ez a negatív vonása is mindannak, ami történt. Egyedi abban a szempontból is, hogy ő az egyetlen, akinek idegen földre kellett mennie, és ott profétálnia. Találunk olyan profétai könyveket, amelyek más népek ellen, vagy népekkel kapcsolatban profétálnak, nem csak Júdával, vagy Izraellel kapcsolatosan, de mindenkinek megvolt az a biztonsága, hogy az otthonából kiabáljon a szomszédra, hogy mit csinál, de neki el kellett mennie, vagy legalábbis el kellett volna mennie előbb, aztán végül elment. És ez különösen nehézé tette, nem hiszem, hogy más oka lett volna először annak, amiért ő nem nagyon akarta vállalni ezt a fajta szolgálatot. Azt is tudjuk, hogy a legtöbb proféta szolgálatának nem sok sikere volt. Mondták, és van egyik másik, akinek előre meg is mondta Isten, hogy hiába mondod, nem fognak hallgatni rád, mert meg is keményítem a szívüket, meg a nyakukat, és nem fognak hallgatni. Jónással kapcsolatban viszont az a helyzet, hogy totális sikert aratott a prédikációja, a szolgálata, és örült neki? Nem. Lehet, hogy időnként mi is így vagyunk, hogy ha nincs siker, akkor szeretnénk, ha van, akkor meg kifogásokat keresünk, hogy miért nem jó az, és miért nem szabad örülni. Vagy mi a hiba benne? Valami hasonló történt vele is. Rendkívül ez a könyv még azért is, mert a zsidók nem csak hogy megőrizték, hanem az ószövetségi kánonban is helyet adtak neki, annak ellenére, hogy nem csak maga a proféta kerül elő rossz színben, hanem maga Izrael népe sem a legjobb fényben jelenik meg, miközben Asszíria a történelemből ismert egyik legkegyetlenebb nemzet vagy birodalom, az viszont meglehetősen jó fényben tűnik fel a Jónás könyvében. A könyv történetét, mondani valóját összefoglalva, itt bevezetőként két megalapítást tehetünk, hogy Isten minden embert meg akar menteni sokkal jobban, mint mi emberek, sokkal kegyelmesebb, mint mi emberek vagyunk, és a másik, hogy fel akarja használni az ő profétáit, az ő szolgáit azért, hogy ezt a munkát elvégezzék, a megmentésnek a munkáját. Nem csak a saját berkeken belül, hanem messze, távolban is. Nézzük akkor egy kicsit részletesen néhány bevezető gondolatot a könyvvel kapcsolatosan, aztán pedig a tartalmát.
A könyv a nevét a főszereplőjéről kapta, Jónás könyvének nevezzük. Úgy jelenik meg, mint proféta, nem találunk utalást arra, hogy ő lenne a szerzője, sőt, végig azzal találkozunk, hogy harmadik személyben beszél a profétáról, nem pedig mint személyes történetet írja le, ez lehet egy irodalmi megfogalmazás is, de mindenképpen az nem bizonyított, hogy ő volt az, aki leírta, csak róla szól. Mégis őt tartják tradicionálisan a könyv szerzőjének, Jónásnak a neve azt jelenti, hogy galamb. Vajon miért lehet ez a neve? Legtöbb esetben azzal találkozunk az Ószövetségben, hogy a bibliai nevek azok bizonyos jellemet fednek, és összefüggésben vannak a viselőjével is. Ha a Hósás könyvéhez fordulunk, akkor a 7. fejezet 11. versében úgy jellemzi Efraimot, ami Hósás könyvének a szóhasználatában az egész északi királyságot, tehát Izraelt jelenti, hogy együgyű, esztelen galamb. Ebből következően bizonyos jellemet takar. Mi a magyar nyelvünkben is használunk különböző állatneveket arra, hogy jellemvonásokat fejezzünk ki. Ha valakire azt mondják, hogy ez az ember egy nyuszi, akkor minden bizonnyal arra gondolunk, hogy egy ilyen visszahúzódó, félőse emberről van szó. Aztán mondhattam volna valami csúnyább jellemzőt is esetleg más állatokkal kapcsolatosan. Azt is olvassuk vele kapcsolatosan, hogy Amittajnak a fia. Ez nagyon figyelemre méltó információ, mert nem egy jelképes szeméről van szó, hanem egy valóságos szeméről. Történet bármennyire is hihetetlen, nem egy példa meséről van szó, hanem egy valóságos történetről, és jól gyökeret ver ez a történet azáltal, hogy megkapjuk az apjának, vagy a családjának a nevét. Királyok második könyve 14. rész 25. versében találunk egy konkrét utalást egy történetben Jónás személyére, sőt azt is, hogy Gát-Héferben, Zebulon nemzetségnek a területén lakott, vagy ott született. A könyv úgy mutatja be Jónást, mint aki egy szűklátókörű, nyakas ember, aki úgy gondolja, hogy Isten gyakorolja ezt az adok-kapok okokozati összefüggést nagyon szigorúan, és amellett kivételező, csak az ő népének a tagjait szereti, a többiekkel pedig csak rosszat akar, és benne gondolkodik ebbe az egyedül üdvözítő egyház képbe, és viszonyogva néz azokra, akik kint járnak a határokon kívül más országokban, és ezért elég sok gondja van Istennek vele. Ha maga Jónás írta le ezt a könyvet, akkor azt kell mondanunk, hogy brutálisan őszinte volt. Nagyon jó humorérzékkel is megáldva, mert aki magán tud nevetni, az igazán egészséges ember, aki meg tud sértődni azon, hogyha valami hiányosság kiderül róla, azzal kapcsolatban nagyon sok más rosszat is el lehet mondani. De ő egy nagyon érett ember lehetett, hogyha ő maga vetette ezeket a gondolatokat papírra. Picit a történelmi hátteret is nézzük meg, mert ez kicsit segít nekünk jobban megérteni azt a tartalmat, ami ebben a könyvben van. Az utalásokban található történelmi összefüggések alapján körülbelül Krisztus előtt a 8. században vagyunk. Ekkor Ninive a birodalomnak a fővárosa, az Asszír birodalomnak a fővárosa, és Asszíria felemelkedőben van. Néhány évtizeddel később következik minden bizonnyal be az, hogy az északi királyságot elpusztítja Asszíria, időszámításunk előtt 722-ben esik el Samária, a fővárosa Izraelnek. Egy ilyen időszakban vagyunk, ő maga az északi királyságban, tehát Izraelben él, kap egy hirtelen megbízást, hogy menjen Asszíriába, és profétáljon a fővárosban, és az egész könyv arról szól, hogy hogyan fogadja ezt a felhívást, mi történik ennek kapcsán, mi a végkifejlete ennek az egész megbízásnak. Jónás történetének az egyedisége számtalan kérdést hozott felszínre a történelmi háttér vonatkozásában is, hogy igaz történetről van szó, vagy példázatról. Ugye egyrészt, ahogy említettem, maga a nevén keresztül, meg az egész hihetetlen történetén keresztül is felmerült ez a kérdés, de a másik oldala annak,
hogy ismerjük Ninivének a történetét, találunk-e valamiféle történelmi alapot arra, amiről Jónás könyve beszél, hogy egy egyetemes megtérés volt a városban, és az emberek megváltoztatták az ő életüket, Istenhez tértek, hogy valamiképpen visszatükröződik ez a történelemben. Azt kell mondanunk, hogy van talán néhány olyan pont, ami segít ezt a kérdést egy kicsit megértenünk, legalábbis egy picit közel menni hozzá. Amikor a könyv történetiségét vizsgáljuk, akkor tudjuk azt, hogy volt egy olyan történelmi időszak Asszíria idejében, ez időszámításunk előtt, vagy Krisztus előtt 810-től 782-ig volt, amikor Szemiramis királyné és a fia Adad-nirály a harmadik uralkodott, és ebben az időben egy olyan fajta vallási reform volt, mint amire Egyiptom kapcsán is emlékszünk, az amarnai levelekből, és minden bizonnyal legtöbben ismerik ezt a nevet, hogy Nefertiti, aki az egyik egyiptomi királynő volt, szépségéről híres, olyan ábrázolás van róla, ami nem sematikus, hanem igazán kifejeződik a szépsége. Azt tudjuk, hogy IV. Amenhotep fárónak a felesége volt, de maga ez a fáró volt az, aki egyisten hitet vezetett be, vagy egy ilyen vallási reform volt. És úgy tűnik, hogy ebben az időszakban volt egy hasonló vallási reform. És gondolhatjuk azt, hogy éppen Jónás prédikálásának a hatása is benne volt ebben, tehát valamiféle történelmi kapcsolópontot is találunk arra nézve, hogy Jónás története az nem csak egy csupán a Bibliában található, a levegőben lebegő példatörténet, hanem valamiféle történelmi gyökere is vannak ennek. Említettem azt, hogy az északi királyságban, Izraelben prédikált és profétált, különböző hasonlóságokat találunk az Illés, Elizeus történetekkel, amelyek szintén ugyanebben az időszakban körülbelül hangzanak el, és ez is egyfajta történelmi bizonyíték, mert éppen valamelyik történetek a kapcsán utal Királyok második könyve konkrétan Jónásnak a nevére, apja nevére, illetve a születésének a helyére, vagy arra a városra, ahol ő élt. De nézzük meg most már egy kicsit magát a könyvet. 4 fejezetből áll a könyv, és nagyon egyszerű dinamikája van az egész történetnek, mi ahogy egyetlen egy történet, ahogy említettem. Az első fejezetet úgy mondhatnánk, hogy a menekülő proféta, a második az imádkozó proféta, azután a prédikáló proféta, és aztán a tanuló proféta. Ha nem végezte az iskoláit előre, akkor most utólag kellett neki ezt elvégezni. De nézzük egy picit részletesen. A könyv üzenetét, és aztán fejezetről fejezetre is egy kicsit megnézzük a tartalmát. Azt is mondhatnánk, hogy az Ószövetség jóformán egyedüli misszionáriusi könyve, ami arról szól nagyon konkrétan, hogy Istennek nem csak Júda és Izrael fontos, hanem minden nemzet fontos. Júdát és Izraelt azért választotta ki, hogy rajtuk keresztül az igaz Isten ismerete eljusson minden néphez, és minden népet meg akar Isten menteni, nem csak ezt a választott népet akarja megmenteni. És bár Ninive elleni ítéletnek a hirdetésével kezdődik ez a történet, mégis úgy fejeződik be, hogy a kegyelmet és az üdvösséget hirdeti az egész város felé a prófétán keresztül Isten. Jónás vonakodik elvégezni ezt a feladatot, hogy figyelmeztesse őket, de Isten mégis nem mond le róla, elvégezteti ezt a feladatot vele, és van egy elképzelése, egy szándéka Istennek, hogy elpusztítja Ninivét, és Isten megváltoztatja az elképzelését. Ezek mind-mind olyan érdekes gondolatok, amelyeket sehol sem találunk meg az Ószövetségben Jónás könyvén keresztül. De még azt is mondhatjuk, hogy az Újszövetség vonatkozásában is nagyon jelentős Jónás proféta könyve, mert Jézus utal
erre a könyvre, idéz ebből a könyvből, vagy legalábbis a történetet ismerteti. Nem minden könyvvel kapcsolatosan tudjuk ezt elmondani, de ezzel kapcsolatosan igen. Máté evangéliuma 12. fejezetében azt olvassuk, hogy ő pedig így válaszolt nekik, ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van Jónásnál. Ennek az idézetnek egy nagyon fontos jelentősége van, nem csak a tartalmában, ami szintén fontos, mert beszél arról, hogy Jónás Jézus előképe volt. Ami Jónással történt, az szimbolizálja, ami az ember fiával fog történni, ahogy meghal, keresztre feszítik, sírba kerül, és onnan 3 nap után kerül ki. De nem csak tartalmilag fontos ez, hanem mivel Jézus idézi, ezért mint egy hitelesíti is ezt. Sajnos ma is vannak olyan biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy hát ez csak egy mese lehet, nincsen hal, aminek a gyomrában 3 napig ott lehet lenni. Ninive nem tért meg soha, és ez egész hihetetlen, amúgy is ellentétes azzal, hogy az Ószövetségben látjuk Istent. Minden kérdést félre lehet tenni azért, mert ha valaki tudta, hogy ez a történet hiteles vagy nem, hogy ez megtörtént vagy sem, az helyreigazított volna bennünket. De Jézus úgy idézte ezt a történetet, mint egy hiteles történetet. Nem kell többé kételkednünk a hitelességében. Nézzük akkor fejezetről fejezetre. Úgy kezdődik, hogy indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Jónás azt a parancsot kapta, hogy menjen el Ninivébe, ez Asszíriának a fővárosa volt, mert a gonoszsága éjbe kiállt, eljött az ítéletnek az órája, és mielőtt Isten végrehajtaná az ítéletet, figyelmeztet. Ez egy nagyon fontos törvényszerűséget mond el. Isten sohasem büntet anélkül, hogy előtte ne figyelmeztetne, ebben az esetben is ezt teszi. Amellett azt is látjuk, hogy Isten gyűlöli a bűnt, de a bűnöt szereti, és ez az ítélet hirdetés azért is hangzik, hogy embereket eltántorítson ettől a bűntől, mert ő egy kegyelmes Isten, ő nem gyönyörködik a bűnösnek a halálában. Nagyon szépen mutatja ezt a gondolatot ez a felhívás. Jónás az ellenkező irányba indul el. Félelemből, engedetlenségből. Ugye lehet, hogy ő félelemként fogalmazta meg, de Isten engedetlenségnek vette ezt. Az ókori pogány gondolkodásban egy nemzetnek az istene az ország határon belül fejthette ki a hatalmát. És lényegében a háborúk, azok mind vallásháborúk voltak, amelyek arról szóltak, hogy kinek erősebb az istene, és ha elfoglal egy másik nemzetet, akkor azt úgy vették, hogy az ő istenük az, aki győzött. Nagyon érdekes, hogy ugye az Izraelnek az istene, vagy az igaz isten gondolatában ez másként van, mert időnként azt olvassuk a proféciákban, hogy a kis profétáknál fogunk ezzel találkozni, vagy már találkoztunk is ezzel, hogy maga Jahve Isten használ fel különböző népeket arra, hogy a saját népét büntesse meg. Tehát nem arról van szó, hogy az asszíroknak az istene az erősebb, hanem Izraelnek az istene használja fel Asszíria népét arra, hogy figyelmeztesse vagy büntesse az ő népét. Jónás, ahogy említettem, az ellenkező irányba megy, mint ahova Isten küldte őt, annak ellenére, hogy ez egy személyre szóló küldetés volt. És Isten nem mond le róla, hanem próbálkozik, azt látjuk. Nem csak Ninive lakóit szereti, hanem Jónást is szereti. Ha csak Ninive lakóit szereti, akkor miből tartott volna neki keresni egy másik embert, és azt mondja, hogy te engedetlen voltál, akkor félre veled, lesz majd másik. Sokan vannak erre az állásra, akkor jön a következő, és majd az meg fogja csinálni. De ő nem így gondolkodik, hanem próbálkozott újra meg újra Jónással.
Azt látjuk a történetben, hogy ott van a hajóban, mit csinál? Nem imádkozik, hanem csak alszik. Lefeküdt a hajó aljára, és alszik. Amikor jön a vihar, akkor a hajósok azon vannak, hogy megmentsék az életüket, minden értéket kidobálnak a hajóból, és mégsem szűnik a vihar, akkor imádkoznak az ő isteneikhez, lehet, hogy többféle nemzet is volt ott, mindegyik a saját istenéhez, és akkor végül, mikor megtalálják Jónást, felpróbálják ébreszteni, hogy ő is imádkozzon a saját istenéhez. Kiféle ember vagy, kérdezik tőle, és ő megvallja azt, hogy ő annak az Istennek a szolgája, aki az eget, a földet, a tengert teremtette, aki a vihart teremtette, akinek a kezébe van minden, nem egy gúnyez, és ő közben alszik, és azt mondja, hogy én menekülök előle. Még az egy szép ebben a történetben Jónás részéről, hogy azt mondta, hogy ha beledobtok a tengerbe, akkor meg fog szűnni a vihar. Ez egy nagyon érdekes gondolat, ez megtetszett nekem sok évtizeddel ezelőtt már, hogy azt mondta, hogy miattam van ez a vihar. Hogyha úgy harcolunk, netán otthon, házastársak, vagy bármilyen más relációban, és azt mondjuk, hogy miattad, miattad, miattad egymásnak, és aztán valaki megfordítja, hogy miattam, akkor egyből megoldódik a vihar. Ugye, ez így van, ezt Jónás is tudta. Hát ugye ezt elmondtam, vagy 30 évvel ezelőtt egy prédikációban, és aztán odajött valaki hozzám, és azt mondta, hogy akkor dobjatok ki a gyülekezetből, mert miattam van itt a baj. Vörös volt a feje, én egy kezdő, zöldfülű segédlelkész voltam, hogy hogyan is kezeljem ezt a problémát. Aztán mondtam neki, hogy én nem gondoltam erre, de ha te így érzed, akkor imádkozzál ezért, mert minden bizonnyal van benne valami, hogy megérintett most téged ez a ige. Úgyhogy ha valaki ezt akarná tenni, akkor már megvan a történetem erre. De úgy tűnik, hogy miután Jónás elismerte azt, hogy miatta van a vihar, valóban megszűnt a vihar. Amikor a tengerbe került, megszűnt a vihar. Jön a következő, a második fejezet. Azt olvassuk, hogy Isten parancsolt egy nagy halnak, és odaúszott, és lenyelte Jónást. Rengeteg dolgot olvashatunk erről, hogy ez megtörténhet-e, biológiai előadásokat, vagy eszmefuttatásokat. Minden bizonnya, hogyha valaki kételkedik ebben, akkor talál elég bizonyítékot, hogy többé ne kételkedjen. De ha szeretne tovább kételkedni, akkor valószínűleg talál elég bizonyítékot arra, hogy tovább kételkedjen. Számomra egyetlen egy dolog fontos, hogy Isten igéje mondja ezt, a Biblia mondja ezt. És valami rendkívüli dolog történt, mert Jónás megtanult imádkozni. Tudott-e imádkozni előtte? Ugye azt mondják itt néhányan, hogy nem. Ő azt hitte, hogy tud, mi is azt hiszük, hogy tudunk, és aztán vannak az életünkben olyan pillanatok, amikor rájövünk, hogy eddig nem tudtunk imádkozni, és lassan meg kellene tanulni imádkozni. Mert addig, ameddig a biztonságosan megyünk a fal mentén, hogy a fejünkre ne essen semmi, és imádkozunk azért, hogy jó idő legyen, meg minden rendben legyen az életünkben, mert hogy a dolgok 99%-ában így történik, addig ugye azt hiszük, hogy tudunk imádkozni, és amikor történik valami, ami nem a mi emberi kiszámításunk, vagy számításunk szerint történik, amit nem tudunk mi koordinálni, vagy kontrollálni, akkor jön igazán az a pillanat, hogy rájövünk, hogy tudunk-e imádkozni. Jónás megtanult imádkozni. És miután ezt az imádságot elmondta, mélyen volt a tenger alján, benne egy halnak a gyomrában, és úgy tűnik, hogy Isten mégis meg tudta hallgatni ezt az imádságot. Hogy mit mondott el pontosan, azt nem tudjuk. De én kerestem egy Zsoltárt, a 130. Zsoltárt. Azt gondolom, hogy ha elolvasok néhány verset ebből a Zsoltárból, akkor egy picit fogalmunk lehet arról, hogy hogyan is imádkozhatott Jónás. Úgy hangzik ez a Zsoltár. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimaradhat meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ezt a Zsoltárt maga Jónás is ismerhette, úgyhogy könnyen elképzelhetjük, hogy valami hasonló imádságot mondott, vagy akár ezt a Zsoltárt mondta. És azt olvassuk a történetbe, hogy Isten parancsolt újra ennek a halnak, és kiúszott, és kivetette a szárazra Jónást, és megmenekült. Mi történt Jónással ezután? A harmadik fejezet nagyon-nagyon szépen beszél erről. Hol kellett folytatnia a Jónásnak az életét? Pontosan azon a ponton, amikor elkezdett menekülni. Amikor nem volt minden rendben az életében. Miről szól ez? Egyrészt arról szól, hogy Isten nem másította meg a feladatot, hanem újra odaadta neki, nem mondott le róla. Másrészt azt is jelenti, hogy Isten kegyelmes hozzá, és helyreállította őt. Megbíznánk egy olyan emberben, aki becsapott bennünket. És aztán keresztül megy egy nagy bajon, azért, mert becsapott bennünket, utána megbíznánk-e. Találkoztam valahol egy olyan írással, amikor egy munkahelyen valaki nagy-nagy hibát követett el, és remegve várta, hogy behívja a főnöke, ami meg is történt, és ahogy szokták mondani, útilaput köt a lábára. És a legnagyobb meglepetésére, amikor behívta, akkor nem elbocsátotta, hanem előléptette. Akkor értetlenül állt előtte, nyilvánvalóan ismerette jól ez a vezető, ezt az embert, és tudott róla a dolgokat, megmagyarázta neki, hogy miután ezt a hibát elkövette, minden bizonnyal még egyszer nem fogja elkövetni. Nagyon sok kisstílű vezető van, aki utána keres egy másik embert, aki megint elköveti azt a hibát, aztán kirúgja, keres egy harmadik embert, az is elköveti a hibát, aztán kirúgja, keres egy negyedik embert, az is elköveti a hibát, és kirúgja. Isten ennél sokkal bölcsebb. Ő újra megbízta Jónást. Pontosan ugyanazzal, sőt, hogyha elkezdjük olvasni, akkor még az üzeneten sem kellett neki semmit változtatni, ugyanazt kellett tenni, ugyanott, ugyanúgy. Ez azt mondja, hogy Isten bűnbocsátó kegyelme Jónás engedetlenségével, lázadásával kapcsolatosan teljes volt, teljes helyreállítást kapott, és újraindulhatott. Micsoda lehetőség, ugye? Azt látjuk, hogy nagyon lelkes is lett ettől kezdve, és Jónás elindult, hogy elvégezze ezt a munkát. Elindult, és járta végig Ninivének az utcáit, és kiáltotta, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. Nem hallgatott, tudta, hogy ha újra lehetőséget kap, onnan a mélységből Isten kiemelte, akkor neki ezt végezni kell. De van egy kérdés, hogy szerette az embereket. Ugye ez kiderül a történetből, hogy tovább olvassuk. Ezek az emberek úgy tűnik, azt olvassuk róluk, hogy a legnagyobbtól a legkisebbig elkezdtek kegyelemért könyörögni. A ókori bűnbánatnak a külső szokásait is felvették, ruhájukat megszaggatták, vagy zsákruhába öltöztek, ami a kényelmetlenséget jelentette, a kényelemnek az elvetését jelentette, hogy ők sanyargatják magukat, megalázzák magukat. Egészen a királytól kezdve mindenki, azt olvassuk, és az emberek őszinte bűnbánatát látva, Isten megkönyörült a városon, és meggondolta magát, hogy nem hajtja végre az ítéletet. Vajon miért? Azért, mert Isten álhatatlan, mindig újabb és újabb dolgokat gondol, és megmásítja a dolgait. Nem azért, hanem azért, mert amikor Isten egy üzenetet mond, az mindig feltételekhez van kötve. A jó is, meg a rossz is feltételekhez van kötve. Itt is, ebben az esetben is azzal találkozunk, hogy ezt az ítéletet hirdeti Ninivének a bűnei miatt, az embereknek a bűnössége miatt, de
abban az esetben, hogyha megváltoztatják az életüket, akkor Isten is megváltoztatja az ő ítéletét, és megkönyörül a városon, mert ő a bűn gyűlöli, de az embert szereti, ahogy említettük már ezt. Ennek a fejezetnek az üzenete nagyszerűen előrevetíti azt, ami az új szövetségben is csodálatosan kidomborodik, hogy Isten az egész emberiségnek felkínálja a kegyelmet. Ő hirdeti az ítéletet, de ez feltételes, és állandóan hirdeti vele a kegyelmet is, mert lehetőséget akar adni az embereknek arra, hogy visszatérjenek Istenhez. Ez az, amivel találkozunk itt ebben a történetben. Azt látjuk, hogy Jónás prédikálásának hihetetlen nagy hatása lett. És aztán jön a negyedik fejezet. Miután célba ért az üzenet, mi történt Jónással? Megsértődött. Azt mondta, hogy Isten, te engem hazuggá tettél. Én azt prédikáltam, hogy elpusztulni Ninive, és nem fog elpusztulni Ninive. Az emberek ki fognak röhögni engem. Nem történik meg az, amit én mondtam, hamis próféta vagyok. Őt nem érdekelte az, hogy mi lesz az emberekkel, nem örült annak, hogy megmenekülnek az emberek, ő csak az foglalkoztatta, hogy az ő reputációjával mi lesz. Mit fognak róla gondolni? Hogy amit mondott, az beteljesedik, vagy sem? És ez arra gondolatra vezet bennünket, hogy úgy tűnik, hogy Isten időnként, vagy lehet, hogy mindig kegyelmesebb, mint a prófétái, mint a küldöttei. Többet el tud gondolni az emberekről, és többet el tud nézni az embereknek, mint amit, mondjam így nyíltan, mint amit mi el tudunk nézni az embereknek. Jobban tudja szeretni azokat, akik talán lábbal tapossák Isten törvényét, és keresik a pillanatnak az örömeit, és távol vannak jelen pillanatban Istentől, mint amennyire mi szeretjük őket. Ez akkor is így volt, de azt gondolom, ma is így van. De megint előkerül az a gondolat, hogy Isten nem csak Ninivét szereti, a ninivei embereket szereti, hanem Jónást is szereti. Mert Jónás beiratja az iskolába. És Jónásnak tanulnia kell türelmes Jónáshoz. Egy ilyen nagyszerű csoda után, ami vele történt először, hogy ott volt a tenger mélyén, és újra 100%-os bizalmat és lehetőséget kapott, és megint eljátszotta, mi mit csinálnánk? Adnánk még egy esélyt? Már először se adtunk volna, hát még akkor egyáltalán felesleges kérdezni, hogy még egyszer adnánk esélyt. Isten tanítja. Feltesz neki egy kérdést, ami úgy hangzik, igazad van-e, hogy haragszol? Igazunk van-e, amikor haragszunk Istenre? Mi azt gondoljuk, hogy igazunk van, de ha felteszi nekünk, és magunkba szállunk, és elkezdünk gondolkozni rajta, remélhetőleg mi is rájövünk arra, amire Jónásnak rá kellett jönnie, hogy rájött vagy nem, ez egy érdekes kérdés, ezt hagyom a végére. Ez az iskola a következőről szól. Azt olvassuk, hogy Isten parancsol egy piciny magnak, hogy keljen ki, nagyon-nagyon gyorsan, egyik napról a másikra kell ki, és ez a nagy inda, ez a növény, ez árnyékot vet, és Jónás leül, hogy várja, hogy mikor telik el a 40 nap, és mikor hullik a kénköves eső Ninivére, és ő ott biztonságban, árnyékban van, mert ugye fúj a szél, meg süt a nap, és védi őt. És aztán a következő nap azt olvassuk, hogy egy kis férget rendelt Isten, hogy elrágja ennek a indának a tövét, és elszárad. És aztán Isten parancsol a napnak és a szélnek, természet az ő szolgálatában áll, csak az ember nem akar szót fogadni neki, azt mondja ez a történet, és ott tikkad, és ott szárad Jónás félrevonulva, és méltatlankodik. És aztán véget ér ez a történet egy kérdéssel, amire mondtam, hogy a végén vissza fogunk térni. Minden bizonnyal azért, mert nem csak Jónásról szól ez a történet, hanem rólunk is. De mondjuk néhány szót
Babits Mihály művéről és a bibliai könyvnek a kapcsolatáról a bevezetőben is utalás volt erre, mert azt gondolom, hogy nem lehet elmenni magyar embernek Jónás könyve mellett anélkül, hogy erről ne ejtenénk néhány szót. A magyar költészet egyik remeke, amit 1937-ben írt Babits Mihály, mondhatnánk azt, hogy szinte változtatás nélkül foglalta versbe Jónás könyvének a bibliai történetét. Még azt a körülményt is ismeretjük, hogy betegágyon volt, egy súlyos operáció után vetette papír, amikor némaságra volt ítélve, és a környezetével csak a beszélgető füzetén keresztül kommunikált, hogy leírta, amit mondani szerettett volna, de nem mondhatta, és úgy tudott kommunikálni csupán. És a saját testi szenvedésein túl minden bizonnyal egy olyan évszámnál tartunk már, amikor a profétikus, látású, érzékeny emberek, mint a művészek, költők, írók látták azt, ami fog következni Európára, erre a világra, ami be is következett nagyon hamar, néhány éven belül, és egy kicsit ez is a második világháború borzalmainak a hatása, illetve ami azt kiváltotta pontosabban, annak a hatása is ott volt az ő szívében. Lényegében nem csak a bibliai történetről szól ez a vers, mert ő szeretett volna annak ellenére, hogy csak a bibliai történetnek a képeit használja, vagy eseményeit használja, valami plusz mondanivalót belerejteni mögé, egyfajta szellemi önéletrajz, vagy lírai önvallomás is egyben, hogy ő próbálja azonosítani magát Jónással, hogy mit tehet egy olyan ember ebben a helyzetben, aki látja azt, hogy mi történik a világban, és van egy küldetése. Gyakran szoktuk idézni a találó sorait, amelyek szintén ezt fejezik ki, mert vétkesek közt cinkos, aki néma, atyafiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Vajon hogyan gondolkodunk erről? Bár a mai világban találkozunk azzal, hogy van politikai acsarkodás, és az emberek megmondják úgymond a véleményüket, azok, akik ebből élnek, és játszanak egy színjátékot, mert egyébként valószínű, hogy a színfalak mögött nagyon is nagy barátságban vannak egymással, meg valaki más mozgatja őket, anélkül, hogy részletébe belemennénk, de mi átlag emberek hogyan gondolkodunk az igazságról? Megmondjuk. Kiállunk mellette, vagy csak sodródunk? Ma is nagyon sokszor az utóbbi történik. És nem merjük vállalni a következményeit dolgoknak. Sokszor találkozom azzal, hogy csendben vannak emberek, és aztán, amikor vitázni kell, amikor meg kell szólalni, és aztán utána oda jönnek hozzám, és odasugják a fülembe. Akkor, amikor összejövünk véletlenül a közös WC-ben, hogy én együtt érzek veled, vagy melletted vagyok, vagy én is úgy gondolkodom, de ott, ahol kellene, ott csendben vannak, és megalkusznak. Ez a magatartás annyira jellemző a mi világunkra, és azt gondolom, hogy Babitsnak a műve ezt próbálta volna ennek a bibliai történetnek a kölcsönvételével elmondani, és azt gondolom, ennek is van ma számunkra is mondani valója. Proféta nem menekülhet el a kötelessége elől. Egy magányos szigetre nem várhatja meg a viharnak a végét, hanem van egy küldetése, és nekünk a mindennap életben is van egy küldetésünk, és amit a lelkiismeretünk, amit a szívünk diktál, azt mondanunk kell, azt tennünk kell, még akkor is, hogyha az árral szembe megyünk. Mit mond el ez a bibliai könyv visszatérve a bibliai könyvre a mai embernek? Néhány fontos tanulság. Isten messzebb lát, mint mi. Úgy tűnik, hogy a mi életünkben is jönnek olyan helyzetek, amikor haragudhatnánk Istennek, vagy van úgy, hogy haragudunk is Istenre. Nem érdemes. Mert ez csupán a mi szűk látókörűségünkből ered. Abból, hogy a saját céljainkat látjuk magunk előtt. Isten sokkal könyörületesebb, sokkal szeretőbb, mint mi elképzeljük. És hogyha ezt másokkal szembe gyakorolja, akkor ne lázadjunk fel,
Mert ahogy Jónás történetében látjuk, rólunk se akar lemondani, és megteszi velünk kapcsolatosan is. A könyvben az utolsó szó nem az emberé, hanem Istené. Ezért nem fejeződik be a könyv. Gyakorlatilag egy kérdés van a végén, és mi arra lennénk kíváncsiak, hogy mi lett a vége Jónásnak, Ninivének, valami hasonló dolgot, mint amit a népmesékben olvasunk, hogy és boldogan éltek, még meg nem haltak. De nincs benne ez a történet. Befejezhetjük többféleképpen ezt a történetet. Úgyhogy Jónás megbékült, és bement a városba, és összeölelgette ezeket a megtért embereket, és visszament haza, és még sok évtizedig próféta volt, vagy úgy is, hogy végleg megbukott a leckén, és lehetne tovább folytatni a variációkat, és miért nem fejezte be ez a bibliai könyv ezt a történetet? Azért, mert Bibliában minden történet nyitott történet, csak mi szeretjük lesarkítani, lezárni történeteket, mert rólunk szól. Szembesít a történet önmagunkkal, és szeretné Isten, hogyha mi fejeznénk be ezt a történetet. A saját életünkkel, a saját magatartásunkkal fejeznénk be ezt a történetet. Azt mondja, igazad van-e, hogy haragszol? Újra meg újra felteszi ezt a kérdést. És azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha mi is hallanánk ezt a kérdést a mi életünkben. Mert sok olyan élethelyzetünk van, amikor haragszunk, amikor nem értjük, hogy mi miért történik, és hogyha föltesszük ezt a kérdést, akkor talán egy mélyebb ismerete juthatunk el, mint Jónás is eljutott. Úgy fejezi be ezt a könyvet, hogy te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel nőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12-szer 10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és ott a sok állat is. Ugye ezen még megdöbbenünk, ezen az utolsó félmondaton, hogy akkor is olyan nagy begyben tartotta Isten az állatokat, mint ahogy most az emberek nagy begyben tartják, hogy még börtönbe is kerülhetünk, hogyha nem úgy bánunk a macskánkkal, ahogy azzal kell bánni. De igazán azért van ez ott ez a félmondat, hogy kisarkítsa egy picit, hogy Isten mennyire más, mint az ember. Hogy Isten sokkal kegyelmesebb, Isten sokkal szeretőbb. Nagyon sok torz istenkép van, amit mi emberek alkottunk, és riogatjuk vele egymást, vagy az embereket, és azt gondoljuk, hogy a mi istenképünk a tökéletes. De Jónás könyve elmondja nékünk azt, hogy Isten sokkal jobb, mint a legjobb profétája. És hogyha mi jó proféták vagyunk, úgy gondoljuk, hogy nagyon jó proféták vagyunk, ez nem baj. De legyünk tisztában azzal, hogy Isten még tőlünk is jobb. És ez egy csodálatos üzenet. Én javaslom mindenkinek, hogy vegyük elő Jónás könyvét, ezzel a szemmel olvassuk el, néhány perc kell hozzá, hogy elolvassuk ezt a könyvet, mert egy nagyszerű képet mutat nekünk Istenről, egy olyan képet, amire nekünk nagy szükségünk van. Mert sok-sok háborúskodás, vagy sok-sok lázongás van, ami szívünkben az általunk alkotott istenkép miatt, sok-sok kirekesztés, szintén az általunk alkotott istenkép miatt. De amikor megnézzük Jónás könyvében Istent, meglátjuk őt a maga szeretetével, türelmével és kegyelmével, akkor azt gondolom, hogy mi számunkra ez örömet, reménységet jelent a saját életünkkel, a saját jövőnkkel kapcsolatosan, és a küldetésünkkel kapcsolatosan is. Én bátorítok mindenkit, hogy vegyük elő ezt a könyvet és olvassuk. Remélem, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk érteni ezek után, a szavak után, amiket megosztottunk egymással. Köszönöm szépen a figyelmet!